Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Egyre többen terveznek az atomenergiával. Japán újraindítja álló reaktorait. Belgium, Németország elhalasztotta az atomstoppot. Sorra jelentik be az országok új erőmű projektjeiket. Készülődik a 9. szankciós csomag az EU-ban, amely az energiaszektort érintő korlátozásokat is tartalmaz. Megtiltanák a nukleáris energia, illetve a fűtőanyagok terén való együttműködést Oroszországgal. Az atomenergia reneszánszának kapujában most az a nagy kérdés, mindez az orosz nukleáris ipar nélkül megvalósítható-e? A Szódi Attilával, energetikai szakemberrel járjuk körbe a kérdést a következő percekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Már az előző beszélgetésben is érintettük, hogy a háború a képviselő úr szerint hamarosan véget érhet, hát néhány hónapra mondta. Ebből a szempontból egy jelentős fejlemény, az orosz külügyminiszter helyettes tegnap újságíróknak azt mondta, hogy Oroszországnak nincsenek különleges előfeltételei egy úgynevezett béketárgyalás előtt, tehát Zelenszkij megtiltó törvényével szemben az oroszok most, miközben egyébként támadják Ukrajnát, a közben elég rugalmasnak bizonyulnak. Ezzel a párhuzamban ugye a 9. szankciós csomag megjelent a színen, amelynek Magyarország szempontjából van egy igen érdekes és fenyegető kitétele, ez pedig, hogy az atomenergia stoppot rendelne el, miközben egyébként a felkészítő cikkeim szerint, hát azért a fűtőelemek szempontjából, meg a gáz, cseppfolyós gázzal ellátás szempontjából elég jelentős az orosz kitettség. Igen. Egész Európának nagyon jelentős az orosz energiahordozóktól való kitettsége. Ugye több nyugat-európai országban most már nincsen vezetékes földgázszállítás, de a nukleáris üzemanyag ellátás területén jelentős az együttműködés, és nem is csak Európa, vagy az Európai Unió és Oroszország között, hanem tulajdonképpen a világpiacokra szállít Oroszország mindenféle termékeket, ezek között dúsított uránt és kész üzemanyagkazettát is. Itt nagyon fontos ugye megkülönböztetni, hogy a nukleáris üzemanyag gyártása az sok technológiai lépésből áll, és a természetes urán kitermelése, a konverzió, a dúsítás, és utána az urándioxid bornak az előállításáig tulajdonképpen olyan termékről van szó, ami bárhol felhasználható. Ezen a piacon nagyon jelentős szereplő a Rosatom. Az a világ urándusítási kapacitásának nagyjából a 40%-a, vagy hát az urándusítási szolgáltatásnak nagyjából a 40%-a van orosz kézben, és amerikai, nyugat-európai és közép-európai erőművekbe is kerül ebből a számból. Most a dúsított urán követő lépés az üzemanyagkazettáknak a gyártása. Itt már bejönnek a reaktor specifikumok, mert a nyugati reaktorok teljesen más geometriájú üzemanyagot igényelnek, mint az orosz építésű reaktorok. Csak a legegyszerűbb különbséget, ha említem, ezek az úgynevezett üzemanyagpálcák, ezek ilyen fémrudak, amin belül található az urándioxid pasztilla formájában. Szóval ezek a pálcák, ezek az orosz reaktoroknál háromszögrácsban vannak elrendezve, a nyugati reaktoroknál pedig négyszögrácsban, teljesen más a geometriája az üzemanyagnak. Ezért itt egy nyugati reaktorba készült üzemanyagkazetta úgy, ahogy van, nem rakható be egy orosz építésű reaktorba, de több cég rendelkezik, vagy rendelkezhet azzal a kompetenciával, hogy hogyan kell ezt a speciális geometriai követelményt teljesíteni, és ezen keresztül tulajdonképpen a Rosatom alá tartozó cégek szállítanak Nyugat-Európába készre szerelt kazettákat, tehát francia és amerikai reaktorokba is kerülnek be Oroszországban gyártott, a nyugati követelményeknek megfelelő üzemanyagkazetták. Úgyhogy ez nagyon komoly gondot okozna, nem csak nálunk és a környékbeli országokban, hanem az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is, hogyha a szankció kiterjedne a nukleáris üzemanyag szállítására. Ezek szerint az ön álláspontja szerint az oroszok nélkül ez a szegmens nem megy, tehát nem az új reaktorok építéséről beszélünk, hanem a jelenlegi egyébként minden országban csökkent kapacitású atomenergia blokkok üzemeltetéséről van szó. Hát azért azt vitatnám, hogy minden országban csökkent a kapacitásuk, nem, hát Közép-Európában egészen biztosan nem.
de egyértelmű, hogy én az üzemanyagellátásról beszélek most, és azért azt ki kell hangsúlyozni, hogy persze ez a jelenlegi helyzet, ez nem jelenti azt, hogy ez örökre így marad. Tehát mint ahogy a földgázellátásnál is látszik, hogy a világ abba az irányba halad, hogy kiváltsa az orosz vezetékes földgázimportot. Itt is szerintem a nukleáris üzemanyagellátásban lesz egy átrendeződés, de ez jóval hosszabb időt vesz igénybe. A felkészülni, hogy egy nyugati gyártó mondjuk a paksi reaktorokhoz vagy más közép-európai reaktorhoz gyártson megfelelő üzemanyagot, erre felkészülni jó néhány évet igénybe vesz, hiszen itt ott megjelenik a tervezési feladat, engedélyeztetni kell, létre kell hozni azt a gyártósort, amelyik képes ezt az üzemanyagot legyártani, tesztelni kell ezt az üzemanyagot, és nagy léptékben csak ezt követően lehet bevezetni. Ez körülbelül egy olyan 4-5 évet vehet igénybe. Tehát szerintem rövid távon óriási nagy bajba kerülne a fejlett világ, hogyha a nukleáris üzemanyag importot szankcionálná Oroszországból. Ugyanakkor elképesztően fontos, hogy az orosz üzemanyag kiváltására, vagy legalábbis alternatíva megteremtésére nagyon komolyan oda kell figyelni, erre erőforrásokat kell fordítani, és létre kell hozni azokat az alternatív gyártókapacitásokat, amelyek megteremtik egyrésztről a versenyt, másrésztről pedig az ellátásbiztonsági biztonságot adják. Az igaz, hogy 2 évre elegendő a Magyarországon lévő üzemanyagunk? Igen, ez igaz. A törvény azt írja elő a Paksi Atomerőmű számára, hogy 2 éves üzemanyagkészletet tartson. Ezt kell minden évben garantálniuk. De nyilván ebben a helyzetben érdemes nagyobb készletet felhalmozni. De a törvényi előírás az a 2 év. Na most kicsit beszéljünk arról, hogy ugye nem csak az atomerőművek építésében van Oroszországnak tapasztalata, hanem ugye kevés a nyugati tapasztalat, mert az utóbbi évtizedekben kevés erőmű épült a világban. Hogy lehet ezt helyettesíteni, vagy mennyire könnyen állhat át a nyugat egy alternatív építésre az oroszokkal szemben? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés szintén. Én azt gondolom, hogy Nyugat-Európa és tulajdonképpen Észak-Amerika is nagyon nagy hibát követett el azzal, hogy engedte leépülni, vagy adott esetben mondjuk Németországban a politika kifejezetten erőltette a leépítését a nukleáris kompetenciának. Mert hogyha most meglennének azok a nyugat-európai cégek, amelyek 70-es, 80-as években kiváló atomerőveket építettek, akkor lenne alternatíva, több technológiai alternatíva is a piacon. Itt azt lehet tenni, hogy ezeket a kapacitásokat újra ki lehet építeni, és akkor tulajdonképpen megjelenhet újra ez a technológia a piacon. De nagyon érdekes egyébként, hogy részben ez Amerikában zajlik is, mert a kis moduláris reaktorok területén megjelent egy csomó kisebb cég, amelyek adott esetben még akár kockázatítőket, befektetőket is be tudtak vonzani, és ezek, mint teljesen új technológia szállító, ott vannak a piacon, és rájuk majd reményeink szerint lehet építeni. Tehát összefoglalva a kérdéset nagyon-nagyon helyén való, szükséges az, hogy azok a technológiai szállítók, akik a nukleáris iparban egyébként ott voltak a nyugat-európai országokban az elmúlt, mondjuk a 70-es, 80-as években, ezek fel kell, hogy fejlődjenek, és ebben nyilvánvalóan a beszállítói láncba akár magyar és közép-európai cégek is be tudnak kapcsolódni. Azt hadd kérdezzem meg, hogy a 9. csomag, ugye, hogyha az atomenergiára kiterjed, akkor nem csak az a vonatkozás merül fel, hogy a Paks 2 hogy épülhet meg, hanem az is, hogy egy rövidebb távú dolog, hogy a gázár az hogy alakul. Ebből a szempontból mit lehet mondani? Én azt gondolom, hogy a gázár az tartósan magasabb szinten fog stabilizálódni. Ugye most az elmúlt hetekben láttunk egy nagyon jelentős csökkenést, hiszen az október második fele az egyáltalán nem volt annyira hideg, mint amilyen szokott lenni, és ennek következtében csökkentek az igények. De őszintén szólva, én azt gondolom, hogy a földgázára tartósan magas lesz. Nyilván be fog jönni egy csomó cseppfolyósított földgáz a piacra, és ez szintén
az árnak a magasabb szinten történő stabilizálásához fog vezetni. De tehát arra kell számítani, hogy a földgázár, és ennek következtében sajnos a villamosenergia ára is egy magasabb szint körül fog ingadozni a következő években. És hát akkor nem beszéltünk még az ársapkáról, ami nyilván megint felhajtja a gázárát, ami a holland tőzsde számára is egy rossz hír lenne, amit lehet is a nyilatkozatok szintjén érzékelni, hogy ők se szeretnék ezt, akár az alsó ár rögzítését, akár a felső ár rögzítését. Igen, ezek nyilván kockázatokat hordoznak a piaci mozgások szempontjából. Aszódi Attilánk, nagyon köszönöm az elemzést, és biztos, hogy nem most beszéltünk erről utoljára. Eléggé valószínű. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.